Sziasztok, Kitty vagyok, és a mai videóban azokat a smink cuccokat hoztam el nektek, amiket a 2 éves szépségszerkesztői pályafutásom alatt ismertem meg. Most lesz ősszel, hogy már 2 éve leszek a Lilulennél, és én nem voltam soha egy ilyen hatalmas sminkmániás, nyilván az alapvető dolgaim megvoltak a fürdőszobában, és sminkelni azért szerettem, de hát mióta a csapatban vagyok, azóta ismerem azokat a termékeket, amiket tényleg nagyon érdemes megvenni, úgyhogy elhoztam nektek a top 5 kedvenc sminkcuccomat. Az első dolog, amivel kezdeném, szerintem akkor így haladjunk a sminkelésnek a sorrendjében, az a primer. Tényleg, én nem hittem a primerben nagyon sokáig, azt gondoltam, hogy ez egy ilyen teljesen felesleges luxus pénzköltés, hogy minek még egy kencem, mielőtt az ember az alapozót felteszi. Hát most meg már ott tartok, hogy 5 darab primerem van a fürdőben, és ez a legnagyobb kedvencem, mert ez az én bőrömre nagyon-nagyon szuper. Ez a Smashbox Oil and Shine Control primere, ami direkt arra való, hogy arra a bőrre, ami egy kicsit így be tud csillogni, zsírosodni, olajosodni az alapozó alatt, azt előkészítse. Ha ezt felkenitek reggel, este is szuper mattul áll a smink. Megmutatom, csak így a kezemen egy picit, hogy egyébként nagyon-nagyon kevés is elég belőle, azért is szeretem nagyon, mert tényleg már tök régóta megvan és használom. És hogyha így eloszlatom a kezemen, akkor azonnal az egész kézfejemre rámegy egy picike pumpálás is, és azonnal így bemattul, így beszippantja az összes nedvességet, ami a kezemen van, és rögtön olyan felszínt ad, amire istennél lehet sminkelni, úgyhogy ha még kezdők vagytok primer terén, akkor ezt tudom javasolni. A második dolog, amit hoztam nektek, az egyébként a tesója annak a Bourjois CC krémnek, amit mindenki minden lehetséges platformon dicsért már a Lilulenden. Én is egyébként terveztem, hogy azt hozom el nektek, de azt már tényleg mindenki szanaszét dicsérte, úgyhogy szeretném azért, hogy megismerjétek a BB változatát egyébként ennek a krémnek, ami egy picit egy ilyen könnyebb, vitaminos mix, és nagyon-nagyon-nagyon jól fed, úgyhogy ezt most szeretném megmutatni, mert hogy egy tök könnyű krémről van szó, amit simán csak alapozó ecsetre felteszel, és nagyon szuperül fed, és egy ilyen, az a durva, hogy tök jó ilyen vitaminos, ilyen gyümölcsös illata is van. Alapvetően, hogy csak egy BB krémről van szó, viszont nagyon, nagyon könnyen el lehet oszlatni, nem csillan be, és ilyen hiper-szuper fedése van tényleg. Szóval nekem ez egy ilyen nagyon-nagyon ősi alapdarab, ez az a cucc, amit, hogyha már látom, hogy fogy, már megyek és rohanok a drogériába megvenni, vagy megrendelem online, mert szerintem nagyon-nagyon megéri. Ennek egyébként 3 színe van, de én nagyon meg vagyok velük elégedve, mert mindig a legegyszerűbb, a legvilágosabb szín, az a téli bőrömre nagyon jó. Ez a médium, ez nekem most így a nyári, és hát van a harmadik, ami már nem tudom, hogy mi a neve, de az pedig az ilyen nagyon lebarnult bőrre szuper, tehát hogy tök jól alkalmazkodik amúgy a bőrszínhez, és nem üt el, szerintem ez most így látszik is, úgyhogy ezt is. Nagyon-nagyon-nagyon tudom ajánlani, hogyha szeretnétek egy jó BB krémet beszerezni. A harmadik dolog, amit nem tudok elengedni már így a smink rutinomból, mert szerelmes lettem belé, pedig ezzel ellen is tiltakoztam az elején, ez a highlighter. Tehát, hogy a highlighter az a dolog, amire szintén az elején azt mondtam, hogy nem, biztos, hogy nem, ez a 90-es évekből visszajött ilyen csillogó, izé-bizé, meg amúgy is be tud csillanni a bőröm, minek highlighter, stb. Hát a highlighterrel játszani az egyik legjobb smink titok szerintem. Tehát az, hogy kicsit teszel a szemed fölé, kicsit így az bőrödre, kicsit az arcodra, sőt egyébként én még ide erre a csontomra is szoktam belőle tenni, és annyira jól ki tudja emelni a bőrt, hogy imádom. A Benefitnek használom egyébként ezt a highlighterét, ami egy ilyen icike-picike kis cucc. Kinyitod, és akkor van benne tükör is, meg egy csomó highlighter, egyébként rengeteg időre elég ez a pici kiszerelés is, és akkor én ezt úgy szoktam, hogy ide teszem így nagyjából így a szemem alá, vagy pedig még így a szemöldökömnek a tövébe. Úgyhogy hát én ezt a highlightert tudom nagyon ajánlani, vannak egyébként még nagyon jók ezen kívül, csak ez az, ami tényleg már bedobtam 50 000-szer a táskámba, már volt mindegyik kis sminktáskámban, már állt a fürdőben is, és hát még mindig tart, és nem esett szét, és nem porzik, és tényleg tök jó állapotban van, úgyhogy ez egy tartós termék.
Ezt konkrétan a múlt héten szereztem, és hát minden szabályomat megszegtem vele, mert azért vettem meg, mert rohadt szép a csomagolásra. Ez a L'Oréal-nak ez a Matte Signature Eyelinerje, tehát szemhéjtusa, és ilyen brutálisan szép sötétkék színben vettem meg. Már azzal nyertem, hogy kiteszem ezt így a fürdőben, mert tényleg nagyon jól néz ki. Aztán már aznap ki is próbáltam, és totál beleszerettem a hatásába. Ezt most meg akarom nektek mutatni. Azért, mert nagyon-nagyon jó az ecsete. Tehát isteni, ezzel tényleg lehet tusvonalat húzni. Figyeljetek! Nem vagyok egyébként az a nagyon-nagyon nagy tusvonal húzó zseni, és általában a legjobban a filceket szoktam értékelni, amik ugye kemény végűek. De ez még úgy, hogy puha végű, még úgy is nagyon szépen lehet vele dolgozni, ami pedig tök jó, hogy már most, hogy kinyitogattam a szememet, nem ragad föl, mert szerintem nagyon sok tusnak az a hibája, hogy fölteszed, kicsit pislogsz, és már is rögtön ott van egy vonal a szemöldököd alatt. Ezzel viszont egyáltalán nincs, és brutálisan szép kék, úgyhogy ezt imádom. Most jön az, ami egy ilyen teljesen lelógó termék a többi közül, mert ez nem egy ilyen klasszik drogériás márka, ez a Vagedginek egy piros rózsa, amit ráadásul úgy kell használni, hogy külön ecsetet kell hozzá használni, mert, mint láthatjátok, pillanat kinyitom, ez, ebben nincsen ecset, meg ilyesmi, ez csak egy olyan, úgy néz ki egyébként, mint egy körömlak, tehát hogy így egy ilyen kis körömlakos üvegben van benne a vörös festék. Amit ezzel beszoktam vetni, az az, hogy a kupakban már van annyi rúzs, egy csomószor, hogyha felrázod, mielőtt kinyitod, hogy csak így belemártam az ecsetet a kupakba, és már azzal látszódik, hogy így fel tudom vinni. Ezzel egy kicsit szoktam bingizni, mert egy picit nehezebb, viszont ha már felkerül szépen, akkor hipertartós, és isteni színe van. Azért nem ez az alapstílusom, hogy piros rúzs, kék tussal és rózsaszín szemhéjfestékkel. Csak meg akartam nektek mutatni, hogy mik a kedvenc termékeim. Nos, hát ez az a rúzs, ami hát így fölteszed este 6-kor, és ha másnap reggel 6-ra érsz haza, akkor sincsenek nagy problémák, mert hogy nagyjából ugyanígy fog kinézni, egy ilyen lerobbanthatatlan piros rúzs. És arra kell ügyelni nagyon, hogyha mondjuk beneveztek erre, hogy az ecsetről szinte rögtön érdemes lemosni, mert nagyon könnyen beleszárad, és hát mivel ugye egy ilyen extra tartós rúzsról van szó, utána azért már nehezebb kiszedni belőle, mint előtte. Na hát ez volt az én 5 legnagyobb kedvenc sminktermékem, hogyha vannak neked is olyan cuccaid, amiktől tényleg nem tudnál megválni, és azt mondod, hogy mindig újra és újra megveszed, mert az a legjobb, akkor légy szíves, írd meg kommentben itt a videó alatt, mert nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mi is kipróbálhassunk új dolgokat. Illetve a Liluland oldalán megtalálod a napi kedvenc rovatot, amit folyamatosan bővítünk ezekkel a cuccokkal, amiket imádunk, amikért élünk, halunk, és amiket folyamatosan hétről hétre tesztelünk. És hogyha szeretnél még ilyen hasonló videókat látni, akkor iratkozz fel, vagy kövess minket az Instán. Köszi, hogy megnézted. Szia!